soha nem látott mélypontra csökkent a Fidesz támogatottsága, legalábbis ezt állapították meg az idei intézet által december 31-e és január 11-e között készített reprezentatív közvéleménykutatás adataiból, és ezekből az adatokból derül ki az is, hogy az ellenzéki oldalon a DK továbbra is stabil csúcs tartó. Ezekből az eredményekből indulunk ki a studi, vendége pedig, a stúdiónk vendége pedig Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont elemzője. Szép napot kívánok! Úgy látom, hogy összekevertük a mikrofonokat, de most már akkor megvan Krisztián. Mennyire lehet komolyan venni ezeket a szavazatokat, mennyire lehetne figyelmeztetőjel akárki számára az, amit az ideai intézet megállapított ezekből az adatsorokból? Ezt most azért kérdezem így, mert azért ennek az intézetnek a kutatásairól azért rendre bebizonyosodik, hogy alulról súrolja a komolyan vehetőségnek a határát? Először is csak egy módszertani megjegyzést hadd tegyek, az ide alapvetően azért online felmérésekkel dolgozik, amiben nyilván a felhasználók miatt is felül vannak reprezentálva az ellenzéki választópolgárok, meg felül vannak reprezentálva bizonyos korcsoportok életkor szerint, zárójel bezárva. A ami nagyon érdekes kérdés ennek a felmérésnek a kapcsán, hogy azért a, az általuk soha nem látott mélypontnak titulált a, számok, azok még mindig azt jelentik, hogy a biztos pártválasztók hozzávetőleg fele a kormánypártokra, tehát a, a Fidesz-KDMP-re szavazna, és még mindig, a, ha nem is kétharmados támogatottsággal, de jelentős erővel megnyerné az országgyűlési választásokat. Ez az egyik. A, a másik, ami az ellenzék szempontjából fontos, hogy ez már a sokadik olyan felmérés. Egyébként láttunk már ilyet más intézetektől, Mediántól, závectől, de egyébként a, a hadd haza egy kicsit, ami felméréseinkből is nagyon jól látszik ez, hogy a, változik ugyan a kormánypártoknak a támogatottsága hol negatív, hol pozitív amplitúdóval, amiben nyilván benne van az, hogy háború van a szomszédunkban, amiben nyilván benne van az, hogy erre érkezett egy, egy válaszreakció a Brüsszelből, aminek a a működőképességéről mondjuk úgy, hogy hosszan lehetne vitázni, és azért van egy folyamatos nyomás is a magyar kormányon, a nyugati irányból, sok tekintetben, tehát akár a jogállamisági vizsgálatra, ha gondolok, de bármilyen más, például az atomerőművekkel, vagy atomerőművel kapcsolatos nyomásgyakorlásra. De ami a lényeg, hogy ennek ellenére, és mindezt az évkészletet, vagy lehetséges évkészletet felhasználva, az ellenzék továbbra is egy helyben toporog. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a számokat, a, amit most a, az idea kihozott, de megnézzük a régebbi számokat is más intézeteknél, akkor azt látjuk, hogy a kormánypártnak, kormánypártoknak a, a támogatottságának a gyengüléséből, a, amire majd mindjárt mondok valamit, a, az ellenzék nem tud profitálni. A, a kormánypártoknak a, a gyengülés ezekben a kutatásokban azért az érdekes, hogy a, Érdekes, de kevésbé szoktunk róla beszélni, hogy ezek a mostani számok azért nem csak annak köszönhetőek, hogy egyébként egy, egy borzasztó rossz háborús és gazdasági környezet vesz minket körül, a, hanem azért annak is, hogy egyrészt az ellenzéken belül a választók én azt vélelmezem, hogy nem látnak alternatívát, a, másrészt látják, hogy hogyan épül fel az ellenzék, tehát látják, hogy van egy. A, most nem annyira pestiesen, de van egy kis gömböc, amelyik megpróbálja megenni az összes többit. Illetve a harmadik nagyon fontos dolog, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek kutatásról kutatásra, intézetről intézetre úgy az látszódik, hogy önállóan be sem jutnának az országgyűlésbe, és még egy utolsó megjegyzés, ami kicsit más kontextusba helyezi talán ezeket a számokat, ez a kutatás, meg az előző kutatások és az elmúlt hónapokban, egy olyan időszakban készültek, amikor nincs éles helyzet. Azért nincs éles helyzet, mert nincs választási év. Jövőre lesz választási év, amikor a két választás is lesz egyszerre egy önkormányzati és egy európai parlamenti, és itt megint hadd tegyek egy megjegyzést, hogy azért az önkormányzati meg az európai parlamenti választásokat, talán erős kifejezés lenne az, hogy másodrendűnek vagy másodrangúnak érzi nagyon sok választópolgár, de tény, hogy sokkal kisebb, a, sokkal kisebb a részvétel ezeken a választásokon, mint a az országgyűlési választásokon, az európai parlamenti választáson a legkisebb. Az LP választásnak most jót tesz az szerintem, hogy az önkormányzati választással lesz egyszerre, mert az önkormányzati választásra azért többen elmennek, mint az EP választásra, és ha ők ott vannak, akkor vélhetően már az EP választásra is leszavaznak. De szóval nagyon sok konzekvenciát le lehet vonni ebből a kutatásból is, meg egyébként a mostanában megjelent kutatásokból is, mind a kormánypártokra, de főleg a, az ellenzékre, amelyik még egyszer mondom, egy helyben toporog és képtelen felhasználni a helyzetet. Mondjuk Szavazói hozzáállásra azt azért érdemes reakcióként megjegyezni, hogy szerintem éppen a mai idők bizonyítják azt, hogy mennyire fontos az, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a mi közvetlen sorsunkról gondoskodnak, például óvodákat üzemeltetnek, és mindenféle közintézményeket önkormányzati szinten, azok azért jó jól prosperáló önkormányzatok legyenek, tehát nem mindegy, hogy kiket szavazunk oda. És hát az Európai Parlament be beválasztott képviselőinkről, meg talán majd a későbbiekben beszélünk, hogy mennyire nem mindegy, kik képviselik a magyar érdekeket. Zárójel bezárva, most egy kicsit fékezzünk le az ellenzéknél, és az önamortizációs folyamatuknál, ami itt az iméntiekből kiderült. Ugye jelenleg az ellenzéki oldalon még mindig nagyon úgy tűnik, hogy az egymás hibáztatása, illetve ez a szivattyú folyamat zajlik a demokratikus koalíció részéről, mondjuk ezt ők tökére fejlesztették, és akkor egyelőre maradjunk is náluk. Mitől működik ennyire ez a DK mágnes, vagy ez a DK szivattyú, használhatunk akármilyen hasonlatot és hogy nagyon úgy tűnik, hogy folyamatosan tudnak mérvadó neveket elszipkázni más egyébként korábban velük szövetségre lépett pártoktól. Először a, a mérvadó nevek kifejezésre hadd ja, egy pillanatra. Úgy mondom, hogy ismert nem, neveket. Nem, nem rossz indulatúan, vagy nem szarkasztikusan, és még csak nem is saját gondolat. Csoporony Tamás mondta az Momentumos kerületi polgármester, hogy hát akik ott a Momentumot, ők valójában nem voltak a legjobb minőségű politikusai a pártnak. Valószínűleg ezt az ő egykori barátai, pártársai hát úgy vették, ahogy vették, de ez legyen az ő dolguk, zárójelve zárva. A, hogy miért működik a DK- részéről ez a, a folyamat, annak több oka van. Szerintem kettőt nagyon fontos kiemelni. A, az egyik a, a programbéli, a másik pedig a személybéli. A, a DK-nak van egy olyan vezető párosa, mert vezető párosa van a DK-nak, csak erről talán a, a megérdemeltnél kevesebbet beszélünk. Tehát, hogy a, a DK az már nem egy van show, tehát nyilván Gyurcsány Ferenc vezeti, de ott van mellette Dobrev Klára, a, aki, akiben nyilvánvalóan tökéletesen megbízik, mert hogy azért családi okai vannak, mm. uh, és, uh, és Gyurcsány Ferencnek, meg egyébként Dobrev Klárának is van egy uh, olyan tapasztalata a politikában. Gyurcsány Ferenc azért volt Magyarország miniszterelnöke, Dobrev Klára családi hátterét szerintem nem kell részletezni, hogy ők azért ezer szállal kötődnek a politikához. Szóval van egy olyan tapasztalatuk, ami az összes többi ellenzéki pártból totálisan hiányzik. Hát a nem vagyok benne biztos, hogy a kedves hallgatók fel tudnák sorolni valamennyi ellenzéki párt pusztán elnökét. Egyre nehezebb. Azért nem tudnák felsorolni, mert valóban egyre nehezebb, tehát a, a folyamatosan váltakoznak és pártokon belül is megy ez a, az önhibáztatás, hogy a, mi miatt történt, vagy ki miatt történt az a választási a vereség, ami egyébként tényleg a katasztrofális szon kívül az ellenzék szempontjából nem nagyon írható le, de hogy Gyurcsány Ferenc ebből képes felülemelkedni. A, tehát, hogy azért ő az egyetlen olyan pártelnök, aki a választások előtt is, az országgyűlési választások előtt is pártelnök volt, meg most is pártelnök, és az ő pozíciója nyilván megkérdőjelezhetetlen. ez az egyik rész a személybe éli a, a programbéli, hogy a demokratikus koalíciónak annak van egy víziója arról, hogy milyen Magyarországot képzel el, és ezt a Magyarországot milyen Európában és milyen világban képzeli el. Ez a vízió, ez olyan, amilyen, tehát, hogy a, ugye a, a legfőbb krédójuk nekik az, az Európai Egyesült Államok, nyilván az Amerikai Egyesült Államoknak a, a mintájára. Ezzel lehet azonosulni, lehet nem azonosulni. Ugye itt van egy erős filozófiai vita arról, hogy erős Európát akarunk, vagy erős nemzetek erős Európáját. Ők erős Európát akarnak, a magyar kormány, meg egyébként a lengyel, meg az új, a jobboldali olasz kormány erős nemzetek erős Európáját, de hogy filozófiai vitát azzal lehet folytatni, akinek van filozófiája. Na most ez a, ez a fajta hozzáállás, hogy milyen országot szeretnénk, milyen országban szeretnénk élni, az, a az az összes többi pártból teljes egészében, hogy tudatosan vagy nem tudatosan, abba szerintem nem érdemes belemenni, de hiányzik. Tehát, hogy a napi politikai kérdésekre persze-persze reagálnak, meg kiadnak egy közleményt, meg online sajtótájékoztatót tartanak a Facebookon, de hogy, de hogy nincs elképzelésük arról, hogy nem hogy közép, vagy nem hogy hosszú, de hogy középtávon ők milyen Magyarországot szeretnének, hogyan szeretnék meghatározni az Európához viszonyt, való viszonyt, az Oroszországhoz való viszonyt, az Egyesült Államokhoz való viszonyt, mit gondolnak az energetika politikáról, energetikai politikáról, az adópolitikáról, kisebbségi politikáról, határon túli magyarokról. Nincs ilyen vízió. Ami még egyszer mondom, a DK-ban olyan minőségben, amilyenben, de azért mégiscsak van. És ez nagyon sok ellenzéki szavazónak, lehet szimpatikus, és nagyon sok ellenzéki politikusnak kínálhat perspektívát, perspektívát, hogyha úgy tetszik. Most ne, szerintem ne kezdjük el boncologatni azokat a plegykákat, mert ezek tényleg plegykák, hogy ajánlottak-e pozíciót ennek vagy annak az ellenzéki politikusnak, tény, hogy működik, és nagyon sok ellenzéki politikus átmegy hozzá, egy kerületi polgármesterektől kezdve a, akár más önkormányzati képviselőkig. Miért ne ajánlottak volna ez egy teljesen törvényes és jól hasznosítható alkú bárki Igen, csak amikor részére. ezt megkérdezik tőlük, akkor általában az a válasz, hogy vagy nem válaszolnak rá, vagy ahogy Kocsis Szake Olivió tette néhány nappal ezelőtt, akkor az volt a válasz, hogy de hát a választókat nem ez érdekli. De. <laughs> De ez is érdekli a választókat. Az már az elmúlt hónapokban egyértelműen kiderült, vagy vagy éppen kezd körvonalazódni, hogy azt a formát, amit az elmúlt két választási alkalommal próbáltak az ellenzéki pártok, azt a hátuk közepére nem kívánják, mondjuk már a 2024-es választásokon sem. Nevezetesen, hogy együtt, közös erőt felmutatva, egy előválasztáson megvér, megmérve a jelölteket, próbálják a választók elé tenni azokat a neveket, akik a leghatékonyabban, a legnagyobb támogatottsággal tudják majd képviselni az ellenzéki szavazói érdekeket. Azt elképzelhetőnek tartja azt a forgatókönyvet, hogy ha így folytatódik a politikai, az ellenzéki politikai térfélen a mozgás, akkor 2024-ben az Európai Parlament, illetve az önkormányzati választásokon egy kormánypárti és egy DK jelölt áll majd egymással. Szemben mondjuk lehet, hogy még lehet, ott lesz egy, egy mi hazánk jelölt, vagy mondjuk esetleg egy kétfarkú kutyapár, de nagyjából itt zárul a kör. Európai, ketté szerintem. Európai parlamenti választásokon ezt a nehezen tartom elképzelhetőnek, már csak azért is, mert a, az európai parlamenti választás az a szabályozói környezet miatt egy tisztán listás választás. Tehát, hogy ott mondhatja bármelyik párt, kvázi tét nélkül egyébként az MSP, amelyiknek uh, volt egy darab, de most már egy darab EP képviselője sincs, az LMP, amelyiknek megint nincs, a, a, jobbik, a párbeszéd, bárki, hogy ő elindul önállóan, és megpróbálja megmutatni a saját arcélét, uh, bár itt megint hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést, hogy azért a, a, az LMP és a párbeszéd politikusai egyre inkább zöld listáról beszélnek, tehát hogy körvonalazódik, hogy eset, vagy igen, zöld, zöld listáról beszélnek, hogy ott körvonalazódik, hogy ők esetleg mégsem Teljesen külön, hanem valamilyen formában. Az önkormányzati választás az egy másik kérdés. Az önkormányzati választásig azért még történhetnek olyan folyamatok, ahol a DK bizonyos helyzetekben, is, itt főleg a budapesti kerületekről beszélek, a kész helyzet elé állíthatja a többi ellenzéki pártot. Tehát mondhatja azt, hogy ebben vagy abban a kerületben polgármesterként az én jelöltem fog elindulni, pont és nincs, nincs, lehetősége, nincs alternatívája a többi ellenzéki pártnak abban, hogy ebbe érdemben beleszóljon. Ugye a DK azt már régebben deklarálta, hogy az előválasztásból ők még egyszer ebben a formában nem kérnek. Jelzem nem csak a DK, tehát az Ungár Pétertől kezdve nagyon sokan elmondták, hát hogy. most már már Kizai Péter, a Péter is Igen, hogy a az, az, egy nettó őrültség lenne abban a formában szerintük még egyszer megtartani a, az előválasztást. és mindeközben egyébként a DK tesz is azért, hogy ez a helyzet kialakuljon, hát gondoljunk arra, hogy kerületi polgármesterek ültek át az MSZP-ből hozzá, a Momentumból hozzájuk, jelentették be, hogy mégsem indulnak, és a dk politikusok már bejelentették, hogy akkor abban a kerületben ők indítanak. Tehát, hogy valójában azt látjuk, hogy Budapesten, a budapesti kerületek esetében ez a helyzet több esetben könnyen előállhat polgármestereknél. Képviselőknél már más a helyzet, mert ott azért azt gondolom, hogy hagynak, vagy hagy a DK valamekkora mozgásteret a többi ellenzéki politikusnak, a többi ellenzéki pártnak, és a, a vidék az meg megint teljesen más kérdés, mert ott a, a megyei jogú városokban láthatnak esélyt a, a DK-s politikusok, vagy láthat esélyt Gyurcsány Ferenc, a, a tízezer fő alatti településeken pedig nyilvánvalóan nem, mert hogy ugye a legkisebb településeken a falvakban jellemzően független polgármesterek nyernek, ahova nem is, nem is szokták bevinni a pártpolitikát, meg látjuk, hogy nem is érdemes. A, a, középvárosokban ott pedig nincs akkora támogatói bázisa szerintem az ellenzéknek, hogy ez a helyzet előállhasson. Közben azért elég komoly segítséget kap a ellenzéki hangulat a külföldről is, elsősorban az Európai Unióról, Unió részéről, ezt nem kell túlságosan magyarázni, milyen formában történik meg, na no, meg anyagilag ezt meg a guruló dollárok ügyén megint nem kell túlmagyarázni idő hiányában. De most maradjunk az Európai Uniós támogatási szintérnél. Ugye az Európai Unióban most az országnak járó pénzek visszatartásával igyekeznek nyomást gyakorolni a kormányzati politikára. Ennek a koncepcionális érvek mentén történő megváltoztatására, már mint ennek a nyomás gyakorlásának mindent megtesz a magyar kormány. Szijjártó Péter kint járt hétfőn, Varga Judit miniszterasszony kint járt kedden, most Navracsics Tibor miniszterúr van kint, hogy megpróbáljon észérvekkel tárgyalni és megtudni, hogy mégis mi az a konkrét probléma, amiben esetleg Magyarországnak lépnie kell. De van-e esély a magyar politika, a kormányzati politika számára, hogy ezt az uniós ellenszelet valamilyen módon állja? Ez egy nagyon érdekes kérdés, azért többek között azért nagyon érdekes kérdés, mert Budapest ebben a kérdésben nem feltétlenül van egyedül, tehát az, hogy Lengyelországra hasonló nyomás nehezedik, azt szerintem megint nem kell részletezni, ráadásul ők annyival nehezebb helyzetben vannak, hogy őszerországgyűlési választásokat tartanak, de én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a, a vezetése a végtelenségig nem tudja elhúzni a, ezt a fajta macska játékot. Persze mindig előállhatnak újabb követelményekkel. A 17-ből tudjuk, hogy lett 27, lehet belőle 30, és lehet belőle 40 is, csak egy idő után ez kontraproduktív. Tehát a, az országgyűlési választások előtt érdeni véltük, vagy értettük. Nyilván az országgyűlési választások, érdekelt felek lettek volna abban, hogy itt legyen egy kormányváltás Magyarországon, nem adtak pénzt. Értjük. De az országgyűlési választások megtörténtek, az ellenzék belefutott egy katasztrofális vereségbe, a kormánypártok újabb kétharmaddal, vagy újra kétharmaddal megnyerték a, a, a választásokat. Hogy ezek után egészen pontosan mire várnak a feltételek teljesítése mentén, vagy a feltételek teljesítése esetén, az egy nagyon jó kérdés. Viszont ma már azt látjuk, hogy olyan nem választott vezetők is az Európai Unióban, mint az Európai Számvevőszék. Azon igyekszik vizsgálódni, hogy vajon az Európai Bizottság az elég keményen tartatja-e be Magyarországgal szemben a feltételeket. Tehát, hogy már nem csak azt látjuk, hogy a, a tradicionálisan a balliberális többségű és Magyarország vagy a magyar kormány ellen a áskálódó európai parlamentből jönnek ilyen jelentések, nem csak az Európai Bizottság részéről jönnek ilyen, ilyen nyomásgyakorlási kísérletek, de már a nem választott vezetők részéről is, akik azt akarják vizsgálgatni, hogy elég keményen viszonyul-e az Európai Bizottság Magyarországhoz. Tehát, hogy van -e erre lehetőség, ezt hosszú távon fogjuk meglátni. Egyelőre szerintem nagyon nehéz megmondani, de mondom, a végtelenségig szerintem nem tudják elhúzni. Lehet-e ennek a hozzáállásnak köze Magyarország meglehetősen karakteres Ukrajna politikájához? Ugye Szijjártó Péter egyértelművé tette a hétfői látogatáson azt, amit egyébként nyílt titokként már mindenki tudott, hogy az, ahogyan Ukrajna bánik a területén élő magyarokkal, illetve Magyarországgal, az ellehetetleníti, vagy hát finoman szólva megnehezíti a két ország közötti kapcsolatot, illetve hát Magyarországnak a jó szándékát is azokban a célokban, amelyeket Ukrajna el szeretne érni például az Európai Unióban. Természetesen lehet köze. Azért azt látjuk, hogy ez nem egy új dolog, hogy bizonyos karakteres kiállások miatt az Európai Unió nyomásgyakorlást próbál intézni vagy helyezni Magyarországra. Ezt láttuk a migrációnál, láttuk a gender kérdésnél, és nyilvánvalóan az ukrán helyzet is ugyanez, amikor az Európai Unió próbálja a nagy egészet látni, és azt mondani, hogy de hát nekünk Ukrajnával szemben ezt is azt kell csinálnunk. Ugye most éppen a Leopard tankok esetében a, vannak ilyen, a, ilyen kérdések a porondon, és akkor ilyen, hogy is fogalmazzak finoman, tehát tüskének érzik a köröm alatt, amikor Magyarország egyébként teljesen jogosan a saját nemzeti érdekei mentén azt mondja, hogy mi értjük, hogy Ukrajnát segítenünk kell, értjük, hogy ki a támadó és ki a megtámadott, de nekünk él egy nemzeti kisebbségünk, akivel nekünk foglalkoznunk kell. Mert, mert része a nemzetnek. Az ország határon kívül élnek, de részei a magyar nemzetnek, és éppen ezért, a, ha elfogadjuk azt az elvet, már pedig fogadjuk el, hogy minden magyar felelős minden magyarért, akkor a magyar kormánynak karakteresen ki kell állnia a kárpátoiai magyaroknak a jogaiért. Lehet, hogy éppen ez a karakteres nemzeti kiállás a nem magyar területen élő magyarokért, na ez az a bizonyos szálka, ami egy ilyen globalizált világban már egy teljesen érthetetlen fogalomnak, meg, meg érvrendszernek tűnik. Na no, de ezt most sajnos már nincs időnk ezt a gondolatot hosszabban kifejteni, remélem lesz rá egy következő alkalom. Erdélyi Rezső Krisztián a Nézőpont elemzője volt itt a stúdióban velünk. Köszönöm, hogy bejött. Köszönöm.